Gyűjtés során került Gyulára Kossuth Lajos egy levele, melyet az aradiakhoz írt a szabadságszobor felállítása kapcsán. A levél történetéről Cseresznyés János, az Erkel Ferenc Múzeum munkatársa beszélt. Ezután a Gyulai Várszínházhoz látogatunk, ahol a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum színészei adták elő a Grönholm módszer című darabot. Dézsi János Árpási Zoltán kötetét ajánlja, melyben a szerző Keleti Éva fotóművésszel beszélget. A Gyulai Művészklub tagjai ezúttal Balassi Bálinttal foglalkoztak. A napokban regionális népdalköri találkozót is rendeztek Gyulán. A műsor végén részleteket láthatnak a gyulai, október 23-ai műsorból Nemcsák Károly, Andrádi Zsanett, valamint a Tabán Tánc Együttes közreműködésével. Ritka pillanat az ember életében, hogy Kossuth Lajos kézírását láthatja a saját szemével ilyen közelről. Most ez a kivételes esemény adódott. Hogyan került ez a levél a Gyulai Múzeumhoz? Miről szól? És látom, hogy ezt azért már az idősödő Kossuth Lajos írta, hiszen 1883-as dátum szerepel ezen a borítékon. Igaz, hogy ez már jó a későbbi boríték. Múzeumi gyűjteményünkben nem ez az egyedüli híres ember által írt kéziratos dokumentum, hát gondoljunk csak az Erkel gyűjteményre. Ott is vannak Erkel által írt kották, levelek, számlák. Viszont, ahogy kerestem az érdekességek között, úgy rábukkantam erre a Kossuth levélre, amit a leltárkönyv szerint múzeumi régi anyagként leltároztak be sok-sok évtizeddel korábban, és gyűjteményi anyagból gyűjtés során került hozzánk. Ez mit jelenthet a gyakorlatban? Azon kívül, hogy mondjuk valószínűleg akkor nagyon régóta itt van már Gyulán. Nagyon régóta itt van, ez azt jelenti, hogy az adott muzeológus kiment úgymond terepre, és valami úton, módon egyszerű magánszemély felajánlotta a múzeumnak ezt a levelet. Gondolom, hogy jó sokáig őrizték, mint relikvia, és hát régebben gyakorlatilag pénz nélkül jó téteményként gyűjteménybe került, és felajánlás útján ingyen jutott hozzá a múzeumhoz, vagy a múzeum ez a dokumentumhoz. A mai világban az ilyen kéziratokat már súlyos pénzekért árulják a különböző internetes aukciós portálokon. Tudom, hogy ezt a kérdést nem szeretitek soha, de mennyit érhet ez a levél? Nem tudom, nem volt szakértő által felbecsülve. Viszont a tartalom az nagyon érdekes, úgyhogy vágjunk is bele és ismerjük meg, szerintem. Na hát, hogyha az árát nem is, de a tartalmát megtudhatjuk, miről írt Kossuth Lajos? Kossuth Arad városának írta ezt a levelet, melyben elismeri ő is, hogy Arad a magyar Golgota, ahol a szabadságharc mártírjai haltak, és kiemelt szerepe van a magyar hazaszeretetben, hűségben Arad városának és az ott lezajlott eseményeknek. Ezt követően ugye ezt kihangsúlyozza, hogy ezt 1883. március 15-én a forradalom évfordulójára írta, és most azok a sorok, amelyeket akkor írt, 1890-ben újra aktuálissá váltak, mert hogy Aradon a mártíroknak egy szobor készült, ez a híres aradi szabadságszobor, és ezt üdvözölte ezzel a levéllel végül is Kossuth.
Egy rövid bepillantást nyerhetünk abból, hogy milyen volt Kossuthnak, illetve annak a kornak a nyelvezete? Nyilván itt egy fenköltebb témáról van szó, tehát így a mai fül számára talán kis idegenül is csenghet a dolog, de ha segítenél abban, hogy kiválasztasz egy érdekes részletet, hogy a ma embere is rátekinthessen arra, hogy írt Kossuth Lajos. Arad pedig a magyar Golgota. Legyen a honszabadság mártírjainak, halálával megszentelt földjének minden porszeme termékeny honszeretetben. Miszerint a polgári erények törekvései igazoltassék a magyar szabadság diadalában, amint a hit kitűzése által igazolva lett a keresztény vallás diadalában, hogy a kereszt a feltámadás jelvény. Ámen. Ez az idézet. És utána pedig még egyszer kitér arra, gyakorlatilag, hogy ez a szent hely az, ami a legjobban kifejezi a magyar szabadság iránti hűséget. És üdvözli még egyszer ezt a pompásan sikerült szabadságszobrot. Könyvben látszik egy szobor makett, ez a Aradi Szabadság szobor első makettje. 1877-ben írtak ki pályázatot erre a szoborra, 14 pályamunka érkezett be, és a bíráló bizottság Huszár Adolf munkáját választotta, aki úgy gondolta, hogy a szobor talapzati részén a 13 mártír arcképét helyezi el, fent a szobor csúcsán Hungária áll, aki védelmezi az országot. Kardot tart a kezébe, koszorút tart a kezébe, és őt veszik körbe, úgy allegorikus megszemélyesítésként különböző alakok, melyek a hazaszeretet, az erő és egyéb ilyen magasztos fennkönt tulajdonságokkal bíró erényeket hordoznak. És 1883. október 6-án indult ennek a szobornak a kivitelezési munkája, de sajnos Huszár Adolf 1885-ben meghalt, és Zala György, aki befejezte ezt a munkát, és ő nagyon apró kis változtatásokat eszközölt az eredeti tervekhez képest a szoborcsoporton. Például a Hungária fentebb, szinte válmagasságba emeli a koszorúját, akkor a bal karjában ugye vagy kezében kardot tart, Huszár Adolf ezt egy palás mögé rejti, Zala György ezt kihangsúlyozva szinte a szobor elé helyezi, ugye, hogy védelmezték a hont. Úgyhogy 1890. október 6-án avatták fel a szobrot is, ő ezt a levelet, a levéllel üdvözölte a szoboravatót. A közelmúltban mutatták be a Grönholm módszer elnevezésű darabot az Udvartér Teátrum előadásában a Gyulai Bárszínházban. A történet egy állásinterjút mutat be, melyen 4 jelentkező, 3 férfi és 1 nő vesz részt. A győztes pályázó kiválasztása azonban egyáltalán nem szokványos módszerekkel történik. A Kézdivásárhelyi Színészgárda idén elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériumának díját is. A darab aktualitásáról, a karakterek megformálásáról és a megújult városi teátrumról Kolcsár József színésszel beszélgettünk. Az egész előadás úgy van felépítve, hogy a néző lassan hát ismeri meg egyrészt a karaktereket, illetve lepődik meg valószínű az előadás ideje alatt többször. Ezért bármit mondanék az előadásról, egy kicsit ilyen trailer íze lenne, vagy hogy mondjam, bármit akarnék egy picit belemenően mondani, az már egy picit rontaná. Habár ugye nem nézik meg a néző. Tehát ezt az adást csak az előadás után fogják megnézni, akkor meséljem el, hogy miről szól. Viccelek. Hát az előadás fő gondolata igazából az, hogy mennyire vagyunk képesek elmenni,
ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Egy állásinterjúról szól, amelyben van 4 személy, aki bejutott az utolsó körbe, és egymással versenyeznek, úgymond kapnak feladatukat kintről, és azokat a feladatokat kell teljesítsék, és természetesen a végére vannak ilyen nagyon jól megírt, a szerző által megírt ilyen csavarok, mi úgy nevezzük színházilag, amit tényleg most nem akarok elmondani, hogy hát, ha még egyszer eljövünk Gyulára, vagy meg kell nézni, film is készült belőle, hollywoodi film, talán azt hiszem az a címe, hogy A vizsga. És ugye mindenképp abból indult ki a szerző, megtalált valahol Amerikába, egy kukába, ilyen egy paksaméta iratot, amely egy nagyobb cégnek a versenyvizsgájáról volt eldobva, és ott a vizsgáztató bizottság, amiket, ahogy jellemezte azokat, akik mentek vizsgázni, tehát a nagy seggű kövér, vagy a szőke ribanc, meg ilyenek voltak írva, és akkor ebből inspirálódva írta meg ezt a Grönholm módszer című darabját. Szerintem nagyon aktuális abban a világban, ahol tényleg egymást megbélyegezzük nagyon rövid időn belül, vagy nem is tudunk egymásról sok mindent, vagy például most, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy színész mondjuk, hogy találkozhat ezzel, vannak ezek a castingok, amikre eljárunk, mi is próbálunk hiteles és nagy színészek lenni, és abban az álomban élünk, hogy na nem baj, majd Budapesten egy castingon engem felfedeznek, és akkor mindenki rólam fog beszélni, engem fog megálmodni, engem fog nézni a tévébe, eljutok Hollywoodig, ott fogok játszani Brad Pitt-tel, kiderül, hogy nem olyan tehetséges, mint én, stb. Tehát, hogy, és közben ezen a castingon valószínű, hogy egyáltalán nem ezeket írják le rólam, miután én elmondtam ott a kis szövegemet, és kimentem, hanem lehet, hogy ott is kíváncsiak vagyunk, hogy mondjuk mit írnának rólunk, ezt sose tudjuk meg, vagy hogy beszélnek mondjuk egy színészről, miután ő bement és kiment. De ez csak mondjuk, ami a színészekre érvényes. Mert ebben az egész világban szerintem eléggé aktuális ez a téma, hogy mennyire ítélkezünk, vagy mire vagyunk képesek ahhoz, hogy a jólétünket biztosítsuk, és meddig megyünk el. Itt kinyílt valami, és meg mi van benne? Egy politikus is sok belőle. Politikum van valami? Nincs. Kincs sajt. Hát mit tudom én? Előtt, mit tudom én, már
jó pár órával az ember egy picit ebbe a világba kezdi beleképzelni magát, egy picit mind afele hajazok, hogy akkor én most egy elég fontos üzletember vagyok, vagy, és koncentrációval valószínű. Tehát, hogy nagyon-nagyon erős koncentrációt igényel a ma esti előadásunk. Tehát nem egy könnyed, ilyen, ahogy szokta a rendezőnk mondani, segrepacsis darab, hanem nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon ilyen pattogjon, amikor pattognia kell, és négy színész van benne, és mind a négyen nagyon összhangba kell legyünk, ahhoz, hogy a nézőt is be tudjuk csapni, és ahhoz, hogy a végén megtörténjen aminek meg kell történnie egy színházi előadáson. Régebb azt szokták mondani, hogy na, akkor meg kell formálni egy szerepet, akkor én leszek Ludas Matyi. És akkor milyen is lehet Ludas Matyi, és akkor én olyan leszek. Most már, vagy legalábbis ez a színház, amiben én hiszek, és amit mi Kézdivásárhelyen művelünk az Udvartér Teátrummal, mert ugye most már megváltozott a nevünk, eddig Városi Színházként voltunk itt önöknél, de mostantól már Udvartér Teátrumként érkezünk, az, hogy megkeresem magamban a Ludas Matyit, nem akarok Ludas Matyivá válni. Tehát, hogy ez a szerep is, mint szinte az összes többi, vagy nagyon sok ilyen építkezésű szerep, az igazából arról szól, hogy magamban keresem meg azt a szereplőt, akit el kell játszanom, és nem akarok más játszani, mint aki én vagyok. Vagyis, hogy még egyszerűbben fogalmazzak, én biztos nem tűnök el a szerep mögül. Tehát én benne vagyok. Tehát én azzá válok, amit játszom. Tehát egy kicsit köcsöggé, egy kicsit okosabbá, mint amilyen vagyok. Vagy nem is tudom. Na, valami ilyesmi. Egy valaki között úgy nem igazol. Vagyis az internet valaki nem tűnt el. Lehet, hogy te vagy az. Én? Nem. Egy valaki közülünk hazudik, és bármelyikünk lehet az. Szerintem könnyebb, ha kizárjuk, hogy ki nem lehet. Az, mintha konkrétan azt keresnénk, hogy ki a csaló. Csaló? Egy dolog világos. Ti ismertek egymást. Jó, de régóta nem találkoztunk. Jó. De a közületek hazudik valamelyik. Könnyebben rá tudok jönni 10 percünkben, ugyanaz az érdekes, hogy mielőtt kizárjuk valamit, nem így van? Úgy sem fogják elmondani. Miért? Ha tudnak valamit, nem fogják nekünk elárulni, mert azzal mi is előfőzünk nálunk. Ez nekik nem érdekük. Én legalábbis a helyükben biztos nem mondanék sem. Nem értem. Hát egymással versenyzünk, mit nem értesz? Nem fognak olyan információt elárulni, amivel ők is győzhetnének. Most nem csak arról van szó, hogy kitaláljuk, ki az, aki színészkedik, hanem arról is, hogy megtévesszük a többieket. Ha mind a hárman kitaláljuk, hogy ki a hamis jelölt, a csaló, akkor mégis mi értelme a feladatnak? Mindenki nyert, és akkor mi van? A papíron az állt, hogy ki kell találni, ki a hamis jelölt. Azt nem értem, hogy esélyeztük el egymással. Hárman vagyunk egy állással. Mi ez a nem versenyhelyzet? Szerintem igaza van. Jobb lenne, ha együttműködnénk. Együttműködnénk? Igen. Én Kárlesz 2 évvel ezen álltam a folyára. Akkor egy gyógyszergyárban dolgozott. És még mindig ott dolgozom. Ez igaz. Nemrég találkoztam egy holt évfolyamtársunkkal, és ő is ezt mondta. Vagyis nem Kárlesz a hamis jelölt. Te pedig egy tanácsadó cégnél dolgoztál, nem mindig ott van? Nem, most már egy bankban dolgozom. De ha nem bányátok, akkor nem mondom, hogy melyikben. Ennek így semmi értelme. Mi van, ha mit kezdte hazudni? Ha ő hazudik, ha egyik a beépített ember, akkor egyértelmű, hogy ő hazudik, a másik meg, aki erre rájött, titokban tartja, mert nem akarja, hogy mi is elődözünk. Ez így nagyon bonyolult. Mindegy, ők elmondták, hol dolgoznak, akár elhisszük, akár nem. Mondjuk el mi is, és akkor kvintet lesz. Nincs igazad. Bíznunk kellene egymásban. Szerintem éppen arra kíváncsiak, hogy tudunk-e csapatban dolgozni, hogy képesek vagyunk-e együtt kitalálni, ki a hamis jelölt. Ez nagyon szép. Csak mivel a hamis jelölt nem fogja elárulni, hogy ő a hamis jelölt, ezért nem tudunk csapatban dolgozni, hiába bízunk egymásban. Egyetértek. Szóval, elmondjátok, hogy dolgoztok. Én egy élelmiszeripari cégnek vagyok a marketing menedzsere. Melyiknek? Ő sem mondta meg, melyik van nálam. Fantasztikus! Én is marketing menedzser vagyok, egy gyógyszergyárban, és nagyon csodálkozom, hogy nem ismerjük egymást, Kárlesz. Én a díszpármánál dolgozom, nekem ezt nem probléma elárulni, és te? Én? Nem mondom meg. Olyan
olyan szempontból érintett pozitívan, hogy 10 éves az Udvartér Teátrum. Tehát ez a kis színház, ami Kézdivásárhelyen van, ez most a 10. évadját kezdte el. És a legjobbkor jött ez a díj, ugye 10 éves, kiléptünk egy kicsit a névtelenségből, ugye megünnepeltük egy elég nagy ünnepséggel ezt a 10 évünket, és ott nevet változtattunk, és pont előtte ugye nyáron kaptuk meg a díjat, ami ugye nagyon-nagyon nagy lendületet adott ahhoz, hogy tudjuk ezt a munkát folytatni, illetve hogy azt éreztük, hogy na, akkor jó irányba van ez a színház, mert ugye én most játszom ebben az előadásban, de én vezetem ezt a színházat, ugyanakkor rendezni is szoktam, ezt az előadást nem én rendeztem, ebbe csak játszom, de mindenképp ilyen sok szereplőként beszélek most, ezért érdekes, hogy néha vagy színészként mondom, vagy rendezőként, vagy igazgatóként, de mind a három funkciómként azt tudom mondani, hogy mintha megtalálta volna a Kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum a nyelvét, a nevét, és a hivatását, és a küldetését. És hát ezért a díj az ezt aláhúzta. Otthon nem tudjuk olyan sokat játszani, de mivel stúdió előadás, tehát körülbelül egy olyan 20-25-ször már talán játsztuk, és Szatmárra megyünk innen. Nagyon sok meghívásunk van, csak mivel ez egy projektszínház, ezért egyrészt egy picivel költségesebb, hogy elinduljunk, illetve egyeztetést igényel, nagyon nagy egyeztetést, ugye minden színész valahol máshol is dolgozik, és éppen ezért nagyon nehéz összehozni, most sikerült összehozni, tehát egy fesztiválról érkeztünk ide, Gyergyóból érkeztünk önökhöz, itt egy nappal többet ülünk, mert nagyon szeretjük Gyulán, és utána meg átmegyünk Szatmárra, és ott is fogunk játszani, onnan meg megyünk haza, készülünk is egy következő produkcióval, amit remélem, hogy el fogunk hozni. Annak az a címe, hogy Hajmeresztő. Egy nagyon szép kiállítású kötetet szeretnék most mindenkinek bemutatni. Keleti Éva Kossuth Díjas fotóművészről szól ez a kötet, a Fotográfia Bűvöletében címet viseli, és Árpási Zoltán kérdezi benne a fotóművészt életéről, azokról a történetekről, amelyet ideig megestek vele. És ezek nagyon izgalmas történetek, kezdve a II. Világháborúban tapasztaltakról, az azt követő időkről, és bizony elolvasva ezeket a tanulságos történeteket, valóban megállapíthatjuk azt, hogy ő úgymond a szerencse gyermeke. Nagyon sokszor úgy menekült meg a véletleneknek köszönhetően, akár a 44-es időszakban, 1944-ben, akár a 50-es években, amelyek tényleg csodálva határosnak mondhatóak, sok más honfitársától, illetve kortársától eltérően. És aztán, bár nem fotósnak készült eredetileg, mégis csak erre a pályára került valamilyen módon, erről a történetről is nagyon sok mindent megtudhatnak, és ami tényleg egy nagyon szimpatikus ebben a könyvben, hogy őszintén beszél mindazokról a kanyarokról, amelyek életében bekövetkeztek, és nagyon sok híres emberrel találkozhatott a pályája során. És remek fotók készültek a segítségével, illetve az ő gépével, amiket készített, ezekről is jó néhányat megosztak kötetben, és egészen napjainkig beszélgetve eljuthatunk a modern időkig. Rimai János azt írta róla, mint sírverset, mit mondhatok, éltem, hol bátran, hol féltem. A közelmúltban rendezett balassi estet a Gyulai Művészklub, melyen a középiskolások és az irodalomkedvelők számára próbálták közelebb hozni, vagy más szempontokat érvényesítve bemutatni a költő munkásságát. Dávid Péter például azt tárgyalta, miért nem lehet, vagy legalábbis nagyon nehéz Balassit tanítani. Valahol az irodalomértésnek a horizontja a romantikánál kezdődik. Petőfit értik, a diákok magyarázat nélkül is talán. Kölcsei Vörösmarty az már magyarázattal, Csokonait nem nagyon, Balassi az meg olyan régi, hogy az már nagyon. Nem csak, hogy nyelvben,
nyelvben is nagyon, nagyon avittasan hangzik, és hát sajnos az a fajta életstílus, amit ő élt, az is nagyon távol áll a mai diákok, úgyhogy nagyon nehéz. Mindenkit meg lehet, az az igazság. Tehát ez tényleg csak provokatív cím. Mindenkit meg lehet, csak van, akit nehezebb azért. Az a gond, hogy ugye Balassival konkrétan, hogy 9-ben van, 14 éves gyerek nem biztos, hogy felkészült Balassira, nem azért, mert buta, hanem egyszerűen nincs mondjuk annyi élettapasztalata, hogy értse ezeket a szövegeket. És hát majd az Ó, én édes hazám, te jó Magyarország című gyönyörű szövegen fogom ezt így illusztrálni, ha sikerül. A nyelvezetet az nagyon nehéz. Próbálunk eredeti szövegeket olvasni, mármint, hogy eredeti kézírást megnézni, hogy abban az időben hogyan írtak. Na, az nagyon idegen tőlük. Nagyon furcsa, de legalább van egy idegenség tapasztalatuk. Látják, hogy az nem olyan, mint a mi világunk, de talán kialakul bennük, hogy azt is meg lehet, meg kell érteni. És talán ezt az idegenség tapasztalatot lehet arra felhasználni, hogy ahogyan az ember megismer egy másik embert, az is idegen neki, de aztán megismerkedik vele. Ugyanígy az irodalmi szövegekkel is jó megismerkedni, még ha ilyen régiek is. Kiben az Kesergő Céliáról ír, hogy Júliára talára így köszönöm neki, amiket be is vettek a szöveggyűjteménybe, azért, mert azok viszonylag fogyaszthatóak ilyen közönség számára is, azok rendben vannak. De igazából a Balassit megért, hát nem tudom, egyetemi professzorok foglalkoznak vele, úgyhogy még ők sem mindig értik. Nagyon nehéz. Most úgy gondoltuk így a Gyulai Művész Klubban, hogy kimondottan középiskolások számára szervezünk, hiszen Balassi érettségi tétel is szokott lenni, és akkor ezt a korosztályt céloztuk meg. A tematikus est másik apropója az volt, hogy október 20-án ünnepeltük Balassi Bálint születésének 465. évfordulóját, emlékeztetett Fodor György, aki előadásában a poéta szerelmi költészetét vette gorcső alá. A gimnáziumban megszokták, hogy ezt körülbelül három hölgyön keresztül mutatják be, Célia versek, vagy Fulvia versek, vagy Júlia versek, de ma este ki fog derülni, hogy ennél sokkal-sokkal több hölgyel volt kapcsolatban. Időrendben is teszem ezeket, illetve megpróbálok mögé látni egy picit, hogy kik lehettek valójában, hiszen álnévvel illette a szerelmeit. A 16. században ez a lovakkori lírának a hozadéka. Mennyire volt petrarkista, mennyire kölcsönzött idegenköltőktől, ez mind szerepel a mai előadásban. Igen, például egy Krisztinát, például egy Juditot, például több Annát is, mert ugye az egyik Anna a Szárkándi, a másik az pedig Losonci, de mondjuk egy Luciát is, akit nem nagyon szoktunk hallani, és még olyanokat is, akiket nem neveznek néven, de szerepelt a költeményekben. Nagyon leegyszerűsíteni a Balassiról való társalgást az, hogy volt egy felesége és volt több szeretője, a lovakkori lírának ez talán követelménye, egy kicsit árnyaltabbá teszi a Balassiról alkotott képünket, és megmagyarázza, hogy miért tekintjük őt a legnagyobb európai lirikusnak a saját korában, aki Magyarországon meghonosította az európai szintű szerelmi lírát. Három tematikus egység van Balassi kapcsán, az istenes versek, a katonaénekek és a szerelmi költészet. A szerelmi költészetet azt talán könnyebb illusztrálni, mindig úgy mondani, hogy megy a folyósón, epekedik a hölgy iránt, és aztán felnéz a lépcsőre, egy hatalmas sóhaj, aztán egy negatív sóhaj, hogy a hölgy fölényesen elutasítja, tehát körülbelül ha így lehetne illusztrálni. A másik az istenes verseket, az talán azért heti jobban, aki belegondolt már abba, hogy milyen lehet Istenhez fordulni, ha nagy beteg, meggyónja a bűneit, vagy éppen ha házasodni készül, akkor is talán meggyónja a bűneit. És a katonaénekeket pedig úgy szoktam tanítani nagyon sokszor, hogy kiviszem őket a Gyulai várhoz, és megmutatom, hogy hogyan is zajlódhatott egy végvári vitézi élet. A Gyulai Művész Klub legközelebbi tematikus estjén Ady Endre egy eddig a diákok számára kevésbé ismert arcát mutatják majd be. Ezeken a felvételeken éppen a Gyulai Vigadóba érkeznek meg a hagyományőrző népdalkörök versenyzői, akik az 5. regionális népdalkörök találkozóján léptek fel. A legtöbben Békés megyéből jöttek, de a 22 népdalkör között határon túli csoport is megmérettette magát. Nagy színásról érkeztünk, Kurti Csícitor a zenekar néven futunk. Igazából már jó pár éve dolgozunk együtt, és mindig elég sikeres eredményeket érünk el szerencsére. Ma mit fogtak előadni? Két népdalcsokrot fogunk előadni, és reméljük, hogy minél jobban fog sikerülni. Yeah.
Az imént az Illés Panna népdalkör első produkcióját hallhattuk, ők leginkább Bartók Béla gyűjtéseiből válogattak. Brejska Mária művészeti vezető a népdalköri találkozót megelőzően arról beszélt, hogy a népdalkörökből jelenleg nagyon hiányoznak a fiatalok, de évről évre egy fokkal jobb a helyzet. 22 népdalkör érkezett ide Gyulára. Hát Sarkadról, Békés megyéről sokan, és messzebb az ország másik részéről is többen érkeztek, és hát egyéni szólóénekesek is fognak énekelni. Amellett ugye, hogy hallhatjuk majd őket, még ennek mi a célja ennek a találkozónak? Hát, hogy minél több népdalt megismertessünk a többiekkel, és hogy a hagyományokat feleleveníteni tulajdonképpen, és az Illés Panna népdalkör is tulajdonképpen a Bartóknak a gyűjtését, amit 1906-ban itt gyűjtött Gyulán, azokból szeretnénk mi is énekelni, és azokat szeretnénk továbbadni fiataloknak is. Fiatalokkal kapcsolatban mi a tapasztalat? Sajnos a fiatalok nem igazán jelentkeznek, de szeretettel várjuk őket, hogyha szeretnének a népdalkörhöz tartozni, vagy a másik korosztályt is, egy kicsit fiatalabb korosztályból is szeretnénk, hogyha jelentkeznének hozzánk tagoknak, mert igazán most csak a nyugdíjasok vannak nálunk. A hagyományőrző rendezvény célja ezúttal is az értékteremtés volt, ahol a zsűri idén is minősítette a fellépőket. Budapestre, oda, ahol azon
Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzedet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettük jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derült és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, Uram, kezéből a keserű pohárt, rémségek éjszakáját, váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra. Hogy törvények közt első, a szeretet legyen. Üljön jó indulat a kormányszékeken. Az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember. És legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, Uram, nekem is van egy népem. Ha érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott. Legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny, s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, Uram, az én szegény hazámat. Bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, Uram, amikor őt vered. Mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét. Adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondverte homlokán. S a áldásod a földön elért kicsint, s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én, s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgass meg kegyesen, hallgass meg könyörgésen. Határnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd has majd a sírod is, mely ápol s etakar a nagy világú nekívül.
Né.